Végrehajthatatlannak tartja a Fidesz-KDNP frakciója az Éjjenszekszárd Egyesület által kidolgozott klíma alkalmazkodási tervet, és hiányolja a terv részleteit. Vagyis, hogy pontosan mit is kíván tenni a többségi frakció a környezetvédelem érdekében a megyeszékhelyen. Ezért a legutóbbi ülésen megszavazott határozatot módosítani szerette volna Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, de ezt leszavazta a testület. Itt kellingenek szóbeszédek a városban arról, hogy milyen zónák lesznek, milyen autók lesznek honnan kitiltva, hát én azt gondolom, hogy nem szerencsés csak úgy bele kiabálni az éterbe egy vészhelyzetet, egyfajta pánikot kelteni tulajdonképpen, aminek nincsen egyrészt alapja, hiszen Szekszárdnak a levegő tisztaságával soha nem volt gond. Faragó Zsolt, az Éjjenszekszárd Egyesület képviselője azt mondja, fontosnak tartják a környezetvédelmet, céljuk, hogy csökkenjen a városban a károsanyag kibocsátás. Vannak ilyen kitiltásokról is hírek, hogy a dízelautó ki lesz Budapesten megtörtént, tehát ott törvénykezési szabályozták ezt törvénnyel. Jelen esetben ezt maga a frakciónak, illetve a közgyűlésnek át kell gondolnia, egy közös megegyezést kell produkálnunk, ami alapján el lehet ezt az ütemezést kezdeni, tehát hogy folyamatában csökkentsük ezeket a káros dolgokat. A szociális tűzifa kérdésében egyetértés volt a testületben. Kiválasztották azt a vállalkozót, aki beszerzi és leszállítja a tüzelőnek valót. Az érintett családok várhatóan január végén kapják meg a tűzifát a döntések csúszása miatt. A jövőben várható, hogy előbb szerzik be a tűzifát és időben eljuttatják a rászoruló családoknak. Továbbá több tüzelőnek valót kívánnak adni a hátrányos helyzetű családoknak 2020-ban.